Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk sportszelekció műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. 5 kilométeren áll rajthoz a fedett pályás bajnokságon Helebrant Máté. A megyében is sok helyen emlékeztek meg a Magyar Parasport napjáról. Az NB3-at célozta meg az újjáalakult nagykálói asztali tenisz csapat. Több vizsgán adtak számot tudásukról a nyíregyházi tékvandúsok. 4 hetes portugáliai edzőtábort követően ismét hazai környezetben készül Helebrant Máté. A 3-szoros olimpikon nyíregyházi gyalogló szombaton hazai környezetben 5 kilométeres távon áll rajthoz a fedett pályás országos bajnokságon. A szokásos helyen voltunk, ahova már évek óta járunk Portugáliába. A megszokott helyen voltam, megszokott edzéseket csináltuk, nagyon jól sikerült. Ilyenkor nekünk nagyon fontos ez a téli időszakban, hogy elmenjünk egy kicsit melegebb éghajlatra edzeni, mivel nekünk az edzések 90%-a kint zajlik, és itthon eléggé kiszámíthatatlan az időjárás. Így viszont minden edzést 100%-os meg tudtunk csinálni. Heti körülbelül 140-150 kilométert edzettünk, napi 2 edzés volt, kiegészítve még napi 1 erősítő edzéssel. Szóval elmondhatom, hogy ez a 4 hetes portugáliai felkészülés, ez nagyon jól sikerült, és magabiztosan várom a tavaszi versenyeket. Most nagyjából 2 hétig vagy itthon, ugye a hétvégi fedett pályás OB-n 5 kilométeren indulsz, hogy telt ez a 2 hetes felkészülés, mennyire kellett váltogatni az edzés helyszíneket? Ez a 2 hét is jól sikerült, már kicsit jó volt végre itthon is edzeni. Szerencsére most már használhatjuk az atlétikai centrumot, szóval nem nagyon zavart, hogy kint hideg van vagy esik az eső, sőt jó volt, hogy itt bent tudtunk edzeni, mivel indulni fogok most az országos bajnokságon fedett pályán, és jó, hogy tudom szokni a benti edzéseket. Évek óta nem indultam fedett pályán, viszont most, hogy megtudtam, amikor megtudtuk, hogy Nyíregyházán lesz a fedett pályás országos bajnokság, mindenféleképpen úgy készültünk, hogy indulok rajta. Szeretnék hazai pályán egy aranyérmet szerezni Nyíregyházának, és ezért mindent meg is fogok tenni. Mit lehet tudni a mezőnyről? A szokásos versenytársakkal fogok versenyezni, akikkel egyébként együtt edzettem most Portugáliában is több héten keresztül. Hát nagyon ismerjük egymást, ugye a legnagyobb ellenfelem Venyácsány Bence, akivel a tokiói olimpián is versenyeztem 50 kilométeren. Úgy tudom, hogy ő is jó formában van, szóval egy elég kemény versenyre számítok. Most már, hogy ettől az évtől kezdve nem 50 kilométer, hanem 35 kilométer a leghosszabb gyaloglótáv, átalakította valamennyire a felkészülést? Átalakította, igen, mert körülbelül másfél óra különbség van a két versenyszám között, szóval jóval intenzívebb, jóval gyorsabb a 35 kilométer. Viszont edzésmennyiségben szinte majdnem ugyanannyit kell edzni, mert azért így is egy 2,5 órás versenyről van szó. Szóval az állóképességet ugyanúgy fejleszteni kell, viszont sokkal gyorsabb. Még nem tudjuk, hogy ez inkább a 20 kilométereseknek fog kedvezni, vagy az 50 kilométereseknek. 35 kilométeren eddig a felnőtteknek nem volt versenyszám, szóval ez az év lesz az első ilyen tesztév, hogy ez kinek fog jobban sikerülni. Bízom benne, hogy nekem ez feküdni fog. Utoljára 2011-ben, amikor utánpótlás korosztályos voltam, akkor versenyeztem ezen a távon. Országos csúcsot gyalogoltam rajta, szóval jó emlékek fűznek ehhez a távhoz. Hogy néz ki a programod márciustól? Lesz-e még edzőtábor? Mikor lehet meggyalogolni a kvalifikációs időket a világversenyekre? Úgy fog kinézni a következő hetek, hogy elindulok a fedett pályás országos bajnokságon szombaton 6:30, és másnap reggel már indulunk is vissza Portugáliában még 2 hétre. És utána fogok, amikor hazajönk rá, egy hétre lesz Békés Csabán a 20 km-es országos bajnokság. Ott már lehet szinte teljesíteni a 20 km-es távra, viszont nekünk 35 km-eseknek is nagyon fontos, mivel világranglista pontokat lehet szerezni.
és rá három hétre lesz majd a dudincei 35 km-es verseny, szóval a március és április az nagyon fontos lesz, erre próbáljuk majd a csúcsformát kihegyezni. Országszerte több száz óvodában, iskolában és önkormányzatnál emlékeztek meg kedden a Magyar Parasport napjáról. A megyében is több tucat intézmény csatlakozott a kezdeményezéshez. A Nyíregyházi Egyetemen több parasportágat próbálhattak ki az érdeklődők. Ez a rendezvény a fogyatékkal élők sportnapja, amely a Nyíregyházi Egyetem testnevelési sporttudományi intézete szervezésében, valamint a Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ támogatásával valósult meg. Azt mondom, hogy megszámlálhatatlan az a hallgatói létszám, az az oktatói, illetve segítő létszám, akit ide ma várunk, ugyanis már a reggeli programokra nagyon sok érdeklődő volt. A Paralimpiai Szövetségtől kezdve egészen a Magyar Speciális Olimpiai Bizottság tagjain át olyan paralimpikonok, sportolók, illetve gyerekek több korosztályban vannak jelen, akik ma egy kicsit megmutatnak magukból valami mást, valami speciálisat, valami egyedit. Ehhez a mi egyetemünk nagyon szívesen csatlakozott, és kedves kolléginám, dr. Vajda Ildikó intézetigazgatóasszony kezdeményezésére kibővítettük egy olyan együttműködéssel, amellyel mi is megjelentünk a Mentálhigiénés Központ a fogyatékkal élő hallgatóinkkal. Nekünk több olyan látássérült, hallássérült, mozgáskorlátozott, illetve autista, speciális szükségletű hallgatónk van, akik tanulmányaik mellett napi törődést, napi ellátást, személyi segítést igényelnek. Jó példáját láttam a korosztályi képviseletnek arra, hogy eljöttek a társaikkal, közösen sportoltak, csörgőröplabda, asztali tenisz, akkor judó, nagyon sok olyan sportág, illetve szakág bemutatkozott ma, amelyet látunk az épp, illetve a sérült oldalról, a speciális szükséglet oldaláról, és nagyon tiszteljük azokat a gyerekeket, azokat az embereket, akik ma bemutatják azt, hogy mit is jelent a mindennapi megküzdés, mit is jelent a testi, lelki és társadalmi összhang, meg jólét, hiszen mindannyian emberek vagyunk, akármilyen állapotban, akármilyen helyzetben, nekünk érték az ember. A Nyíregyházi Egyetem egy gondoskodó egyetemmé válik folyamatosan, büszkék vagyunk arra, hogy az akadálymentesítés révén valamennyi infrastruktúrális egységünk megközelíthető, és ahogy rektor helyettes úr is elmondta a délelőtti hozzászólásában, nagyon fontosnak tartjuk, kiemeltnek a sportot. Többek között azért, mert a hallgatóink több mint 10%-a akár testnevelő tanár, akár sport szakos hallgató, ugye volt korábban az edző, a rekreációs szervező szakos hallgatókkal, ők most itt vannak, és egy olyan összefogás révén díszítették fel a termet, rendezték be a sportági eszközöket, amelyek azt gondolom, hogy az önkéntesség jó példája is lehetnek. A Nyíregyházi Egyetem nyitottan várja a fogyatékkal élő honfitársait, akár dolgozóként, akár hallgatóként, ugyanis mi egy befogadó, inkluzív szemléletű egyetem vagyunk, amire azt gondolom, hogy a 21. században nagyon oda kell figyelni, mind a tudástranszfer építésében, mind pedig a munkaerő megtartásban. A mai nap azonban az élményről szól, egy rekreációról is szól, sokaknak ez megküzdés, sokaknak ez szereplés, sokaknak ez bemutatkozás, és hát bizony, ahogy látjuk a kicsiket, bizony-bizony komoly versenyek is vannak. Nagyon erős motivumok voltak ebben a csodálatos napban. A Nyíregyházi Egyetemen is megrendezésre kerül a fogyatékkal élők egyetemi sportnapja. Az épek, illetve fogyatékkal élők számára egyaránt milyen élményeket jelent egy ilyen nap? Én azt gondolom, hogy mind a kettőnek biztos, hogy pozitív hatása van, mind a kettőre nézve. A fogyatékkal élőknek nyilván egy lehetőség arra, hogy megmutassák magukat, és szembesüljenek azzal, hogy az éptársaik egyébként kíváncsiak rájuk. Az épeknek pedig viszont egy nagyon-nagyon jó lehetőség arra, hogy meglássák, hogy a fogyatékkal élők ugyanúgy tudnak sportolni, és ugyanúgy képesek mindenre. Nyilván egy kicsit több időbe telik nekik megtanulni egy-egy mozgást, de maga az élmény az, hogy ők nem különbek, csak mások. Azt gondolom, hogy az itt ki fog jönni. Említetted ugye, hogy mentálhigiéniás szempontból is nagyon fontos a sport a fogyatékkal élőknek, de mit is ad pontosan számukra? Tehát milyen plusz töltetet ad nekik a sportolás? Egyrészt feszültségredukció, tehát nagyon fontos, hogy sokszor a pszichoszomatikus tünetek azért jelentkeznek. Például ugye autista hallgatónál gyakran a feszültséget, az indulatot valahogyan le kell vezetni. Ugye mi
mentálhigiénikusok, egészségfejlesztők, több pszichológus kollega, illetve mozgásterapeuta abban támogatja a hallgatókat, hogy a testi-lelki egészség az meglegyen. Akár egy lelki egészség konzultációval, egy tréninggel, vagy egy coaching folyamattal is támogatjuk a hallgatókat. És a sport a test és a lélek összhangjából gyakorlatilag a testi edzettségre és a mentális állóképességre is nagyon jó lehetőséget biztosít. A Nyíregyházi Egyetem csodás kampuszán ugye itt van az erdő, bővül a kondiparkunk, itt van most már ugye kiválóan az uszodánk, konditermünk is van, olyan lehetőségek vannak, hogy épp testben, épp lélek megfér nálunk, és várjuk azokat az embereket, akik hosszú távon is nálunk képzelik el a tanulmányaikat, jövőjüket, karrierüket építve, mert nálunk érdemes és jó tanulni. Jelenleg a megyei első osztályban szerepel a nagykálói férfi asztali tenisz csapat. A cél a bajnoki cím megszerzése és a feljutás az NB3-ba. Nagykálóban nagyon nagy hagyománya van az asztali tenisz sportnak. Én 1981-től vezetem, úgy tetszik, a nagykálói asztali teniszt. Voltunk NB3-ban, NB2-ben, NB1-ben, extra ligában. Ez a sorozat egymást követte, majd megszakadt. Utána elindultunk megyei bajnokságba, de folyamatosan anyagi gondokkal küzdködtünk, és akkor végül úgy döntöttünk, hogy kihagyunk egy pár évet, és legutóbb újra szerveződtünk, és elindultunk, és óriási segítség volt az, hogy pályázati pénzekre tudtunk pályázni, és nyertünk is. Ez lehetőséget biztosított arra, hogy a csapat megfelelő körülmények között tudjon versenyezni, valamint az önkormányzattól megkaptuk ezt az épület ennek egy részét, ahova be tudtunk rendezkedni, tehát a felújításokat is finanszíroznunk kellett, de mint ahogy gondolom lehet látni majd a műsorban, egészen jó kis termet sikerült összehoznunk. Valamikor nagyon népszerű volt a gyerekek körében a pingpong, az iskolában voltak asztalok, a parkban voltak szabadtéri asztalok, most mennyire népszerű, kellett toborozni az utánpótlást? Sajnos. A számítógép elviszi a gyerekeket, nagyon nehéz gyerekeket becsalogatni asztali teniszre, sporttermekbe. Utánpótlás nevelésben nem is állunk jól. Sajnos még mindig nincsenek meg azok a feltételeink, hogy egy utánpótlás, tehát eredményesen tudjunk létrehozni, mert ahhoz legalább heti 5 edzés kellene, és ugye több asztal. Budai torna, tehát szakközépiskolának a tornatermében játszottunk korábban, de ott viszont csak heti 2 alkalommal volt lehetőségünk tornaterem használatra, így nem lehet utánpótlást nevelni. Itt pedig sajnos kevés a 2 asztal, ugyanis ott legalább 20-30 gyerekkel el kell indulni, hogy egy kiválasztódás után ugye megfelelő utánpótlás nevelésről beszélhessünk. Tehát még mindig nincsenek meg azok a feltételeink, hogy egy jelentősebb utánpótlás neveléssel elindulunk. Szó esett arról, hogy valamikor extraligában is szerepelt a nagykálói asztali tenisz csapat, most a megyei első osztályban játszik az együttes. Kik alkotják a csapatot, milyen korosztály, milyen előképzettséggel? Igazolt játékosunk, egy olyan 8 fő van egyesületbe, és akkor vannak körülbelül vagy 20-an, akik nem igazolt játékosak. Be van osztva az edzésidőnk, hétfőn, szerdán, pénteken vannak az úgymond amatőrök, és kedden, csütörtökön mi vagyunk az igazolt játékosok edzésen, hétvégente pedig a meccseink vannak. Hát most, ahogy Sanyi is elmondta, alulról indultunk megye első osztályból, több év kihagyás után, az a célunk, hogy felkerüljünk NB3-ba teljesen nagykálói játékosokkal, tehát még akik cserejátékosok, ők is nagykálóiak. Most elég jól állunk ebbe a bajnokságba, az őszi szezont első helyen végeztük, és volt egy vereségünk Máté Szalkától, ami sajnos a Covid helyzet miatt volt, mert kitiltották a nem oltott játékosunkat a teremből, és ezért sajnos, és ő volt a legjobb játékosunk, és ezért sajnos vereség született ebből.
de most majd itt a mi tervünkben már nem kell ilyen védettségi, és visszavágunk Máté Szalkának remélhetőleg. Jövő héten lesz majd a nyírbátori meccsünk jövő hétvégén, ami szerintem rangadó lesz. Nyírbátor is szeretne feljutni NB3-ban, mi is szeretnénk feljutni, és igen nagy mérkőzés várható. Tehát egyelőre most ez a célunk, hogy NB3-ba feljussunk, előtte persze megnyerjük a megyei bajnokságot, és teljes egészében nagykálói játékosokkal. Szó esett Máté Szalkáló Nyírbátorról, rajtuk kívül kik vannak még a mezőnyben? Nyíregyházi csapat több van, van Trio Maxi nevű csapat, az Eismannak van három csapata, Nyírbátor Máté Szalka, akkor Kéknek van csapata, Kislétának, tehát van bőven, Fehérgyarmatnak is csapata, tehát 10-11 csapat van a megyei bajnokságban. Említetted az edzési időt, a meccseket, ezen a szinten mennyit kell mondjuk hetente foglalkozni a pingponggal, hogy győzelmesért tudjatok odállni hétvégén az asztalhoz? Két edzésünk van egy héten, kedden és csütörtökön, hát a csapat többsége ilyen 50 év körüli játékosból áll, egyetlen egy fiatal van köztünk, aki 20 pár éves. Ő Miskolcon játszott előtte, visszaigazolt ide Nagykálóba, és a legidősebb játékosunk pedig Hajdunánáson játszott, és visszaigazolt Nagykálóba. Tehát itt most összeállt így teljesen a csapat, egy éve játszunk itt teljes erőbedobással, és igen, a két edzés az a minimum, ami szükséges ehhez. De már ilyen korban sokszor sok is. Egy kisebb vagy hosszabb kihagyás után újra élet Nagykálóban az asztali tenisz. Ugye a kormány kiemelt ágazatként kezeli a sportot. Mivel tudják segíteni az ilyen kisebbnek mondható települések, alacsonyabb osztályban szereplő sportágakat kormányzati szinten? Ennek a lehetősége adott, hiszen itt Nagykálóban is az asztali tenisz sport egyesület egy civil szervezet, és örülök annak, hogy néhány év kihagyás után újraindulhatott az asztali tenisz itt Nagykálóban. A NEA pályázatok jóvoltából 1.250.000 forint lehetőséghez jutott az elmúlt esztendőben, így be tudtak indulni. Nagyon örülök, hogy a kormány tudott ebben segíteni. 3,5 évvel ezelőtt kezdte meg működését Nyíregyházán a Kelet-Nyugat Harcművészeti és Önvédelmi Iskola. A cél az, hogy olyan sportolókat neveljenek, akik világversenyen is képviselik majd a magyar színeket. Nagyon jó tanulójaink vannak, tovább akarjuk oktatni a tanulókat. Most már van 8 versenyzőnk, akik járnak, kadétok, dzsuniák és felnőttek is. Járunk Pestre edzeni, ebbe az évben szeretnénk egy nagyobb, kétszer akkor helyi iskolába költözni, több tanuló legyen, közelebb legyen a város központjához. Taekwondo az olimpiai sport, és behoztuk ide 3,5 éve, most már elég sok tanulónk van, hihetetlenül támogató, jó segítők és szülők vannak, és felnőtt tanulók. Ez nagyon sokat segít abba, hogy népszerűsítjük. Egyesület vagyunk, Nyíregyházi Taekwondo Sportklub, és ez is fölemelő, mert most már ugye tudunk többet behozni, tanítani, és megismertetni velük ezt a vibrant, gyönyörű koreai sportot, ami nagyon közel van a magyar harcművészet, a magyar történelemhez. Mekkora Magyarországnak konkurencia, mennyien űzik ezt a sportágat? Nekünk nincs konkurencia, mert ugye amit taekwondo csinál, hát 110 millió ember a világon, olimpiai sport, világsport, rengeteg versenyekkel minden országban, és taekwondo nagyon különleges. A ruhánk, a viselkedésünk, a kézzel, a lábbal való önvédelem, támadás, utcai önvédelem, nagyon sok különböző formája van, de legjobban talán az segít, hogy a tenencek, a courtesy, tehát az udvariasság, integrity, becsületesség és így tovább, azok tanítják a gyerekeket és a felnőtteket is, hogy megváltoztassák az életet. Ez egy életmódforma. Nagyon sok fiatalt is látni a rutinosabb sportolók mellett. Mennyire nehéz utánpótlást toborozni? Most egy kicsit nehezebb, mert bejött ez az influenza, ez a nátha. Ez egy kicsit nehezebbé tette, de a szülők nagyon el vannak commitment, hozzá segítenek, hozzák a gyerekeket hóba, szélbe, esőbe, a felnőttek is jönnek, mindenbe segítenek, tényleg az ő támogatásuk nélkül nem tudnánk megcsinálni, és
Nagyon sokat kell a jövőre építeni, úgy érezzük, hogy van még 5-10 évünk, fel szeretnénk egy olyan 150-200 tanulót építeni, 20-25 versenyzőt, lehetőleg 4 vagy 5 világ vagy olimpiai versenyzőt. 10-15 olyan oktatót akarunk kinevelni, aki utánunk tovább tudja vinni ezt itt Nyíregyházán. Egy fiatal sportágat válasz, egyáltalán sportolni akar, millió közül választhat. Te miért éppen a harcművészetet, a tékvándót választottad? Kicsikorom óta nagyon szerettem volna valamilyen harcművészetet csinálni, és a tékvándó volt a legmegfelelőbb számomra, kezdve a nagymesterek magas oktatásával. Mi fogott meg leginkább ebben a sportágban, mert gondolom azért kellett idő, mire megismerkedtél vele? Sokat járunk Budapestre akár, vagy az övek, hogy lehet fejlődni övekben is, és a sok különböző rugás. Miért ez a közösség, miért szeretsz ide járni? Igazából nagyon szeretem ezt a közösséget, nagyon jó barátaim lettek itt, és nagyon sokat beszélgetek velük. Ha sporton kívül kellene valamit mondani, tisztán a sporton kívül mire tanít meg ez a sportág? A tiszteletre, becsületességre, önuralomra és arra, hogy jók legyünk az iskolában. Az utóbbi sem mellékes. Említetted az öveket, ugye Fehéröftől lehet eljutni a feketéig. Te most hol tartasz? Én a harmadik fekete csíkomnál tartok. 2 héttel a feketeöves vizsgám előtt vagyok jelenleg. Mi a csúcs, hova szeretnél eljutni? Főleg a feketeöv, de akár tovább is vinném, akár több danig, ameddig csak tudom. Régebben több sportágra mondták, hogy férfi a sportág, manapság már talán nem tesznek különbséget a nemek között egyik sportágban sem, de azért mégis talán egy picit sokaknak furcsa egy fiatal hölgyet lát egy ilyen kemény sportágban. Te hogy keveredtél ide? Nálunk a családban először a gyerekek kezdték el ezt a sportágot, és aztán beszippantott engem is. És hát a gyerekek azon túl, hogy az iskolában nagyon sokat fejlődtek tőle, nekem is sokat segít a napi feszültséget levezetni estékén. Mi motivál? Önvédelem szempontjából már most érzek egy kis határozottságot, illetve sokkal könnyebb elviselni a napnak az egy helyben ülését. Említetted a gyerekeket, van rivalizálás? Nincsen, inkább a családi veszekedések és verekedések azok sokkal kulturáltabb formában történnek, amióta képzik őket. Ugye egy sportoló általában utazik, van akik családi életformában vált az, hogy járnak hétvégén versenyekre, edzőtáborokba, nálatok is így néz ez ki? Budapestre sokszor viszi el a csapatot a mester, vannak közös edzőversenyek, ezek mindig jó alkalmak a kirándulásra. Ennyi fért a mai sportszeletben, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!